László, képviselő urat illeti a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Miniszter úr, ne táncoljunk úgy, ahogy ők fütyülnek, hirdetik a vadonatúj kormányzati óriás plakátok város és ország szerte, itt a parlamentbe érkezve is találkozhatunk velük. Felmerül a kérdés, hogy mennyit költ el a kormány erre a kampányra, akkor, amikor egyébként Európa rekorddel Orbáni inflációban élünk, amikor reálbércsökkenés érezhető, amikor történelmi mértékű megélhetési válság sújt minket, a kórházak adóssága az egekben, a kisboltok sorra zárnak be, ma reggeli hír, hogy több mint 40 ezer cég vált köddé. Na most ebben a pillanatban önök mégis inkább úgy döntöttek, hogy az EU ellen hergelő óriás plakát kampányra van szükség ennek az országnak. Önök a hazug propagandát választották az emberek helyett. Felháborítónak gondoljuk azt, hogy mértéktelenül szórják a pénzt látványberuházásokra. A mi számításaink szerint ebben az évben ez már 2000 milliárd forint felett van, és akkor erre rájön még ez a valószínűleg néhány milliárd forintba belekerülő óriás plakát kampány, amelyet ráadásul részben újra kellett nyomtatni, mert a rossz hírek szerint, vagy a rossz nyelvek szerint Soros György fiának a mutató ujját, a kezét le kellett takarni és újra plakátolni az országot, mert hogy az ellenkező értelmű hatást érték el azokkal a kampány plakátokkal, de az is elképzelhető, hogy pusztán ezzel szerettek volna még további 100 milliókat adni a végrehajtó cégnek. Egy szó mint 100, egy szociáldemokrata kormány semmiképpen nem költene 100 milliárdokat propagandára egy megélhetési válság közepén. Számunkra a magyarok az elsők, ezért készül Dobrev Klára vezette árnyék kormány egy szociáldemokrata fordulatra. Mi európai béreket és nyugdíjakat szeretnénk, látszatberuházások helyett valódi segítséget, milliárdos elit kiszolgálása helyett pedig igazságos Magyarországot akarunk. Egy szó mint 100, azt kérdezem, árulja el, mennyibe kerül ez a gyalázatos óriás plakátkampány? Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Sebjen.